Mohácsra látogatott a Magyar Országgyűlés elnöke. Kövér László a Sátorhelyi Nemzeti Emlékhelyen vett részt egy tájékoztatón, ahol Hargitay János, a térség országgyűlési képviselője ismertette a Mohács 500 projekt során megvalósuló beruházásokat. A tervek szerint az emlékhely teljes felújítása valósul meg, de egy 2500 négyzetméter alapterületű látogatóközpont, emlékkápolna, kilátó és központi emlékmű is épül. A sírfelújításokra, feltárásokra is kiterjed a program, illetve a turisztikai vonzerő növelés. Természetesen a 21. század körülményei között kell ezeket a fejlesztési terveket elkészíteni, tehát nem véletlenül helyeződött itt is a hangsúlya az infrastruktúrára, egyrészt a közlekedési infrastruktúrára, összekötve ez természetesen a közlekedést a kereskedelemmel is, a másik oldalon pedig a turisztikai infrastruktúra fejlesztésére, elsősorban a kerékpárút fejlesztésre. Az elmúlt 5 évszázad során számos tragédia történt hazánkban, a török megszállástól a trianoni békediktátumon át a világháborúkig rengeteg veszteség érte a magyarokat, ezekről van is okunk megemlékezni, de nézhetjük az érem másik oldalát is, fogalmazott Kövér László. Kudarcok, népirtások, elnyomások, birodalmi alávetések, kifosztások, felszabadulások sorozata után is itt vagyunk, méghozzá talán nem is a legrosszabb lelki és fizikai, gazdasági erőállapotban. Tehát igenis, én azt gondolom, hogy célszerű, sőt kötelező a kudarcaink, a csatavesztéseink, a tragédiáink mellé oda tenni azokat az elemeket, azokat a történelmi momentumokat is, azokat a diadalainkat is, amelyek az országot, a nemzetet megtartották és felemelték. A tájékoztatón elhangzott, hogy a turizmus, a kultúra és a gazdaság terén is nagy fejlődés várható a programnak köszönhetően. Kövér László hangsúlyozta, hogy a Mohács 500 projekt kapcsán számíthatnak a kormány támogatására.